szórakozás. Hú, az az én asztalom, jöhet. Mégis meddig főz Forrest egy kávét? Nem mondjuk főzni, csak egy percig főzi, de előbb átadjuk személyesen Kolumbiába, hogy minden szemet maga válogasson meg körtelmesen. Na, mi a kérdés? Kit neveztek ezer arcú színésznőnek? Ezt tudom, várjatok, csak várjál, az a szép színésznő, ilyen szőke haja van. Együtt játszottak a musicalben Julie Andrews-szal. Várjál csak, a férje valami festő. Segíts már valamit. Nem, de hogy ne segíts. Tudom. Nagyon segíts. Ugyanúgy hívják, mint egy tolmárkát. Tolmárkát? Töltő vagy golyós? Tolmárka, mint a Pax? Már Pax nevű színésznő, már pedig mint Karolinsz. Tényleg valami nagy gyár, valami ballográf, Bella ballográf. Hogy nem, Möblon, Mimi Möblon. Pinnak kóla Mikinek? Köszönöm. Alátét? Micsoda? Hol van az alátét? Vettem egy gyönyörű szettet, kiosztottam. Ó, jaj, biztosan ez az, azt hittem kétszer sűrt. Seri? Seri? Alátét. Igazán nem szeretnélek veszélyezni benneteket, de nincs annál borzalmasabb, mint a pohár karika a politúron. Meg hiába sikálod, az nem jön le. Csak maximum, hogyha fölbújagosodik és lepattózik magától. Pelikán. Nem pelikánnak hívják? Épeszülőt nem hívnak pelikánnak, van-e nem a színésznő? De, van egy. Szerintem Lisa Pelikán. Lisa Pelikán? Az helyes kis vörös nő, nagy szemekkel. Persze. Meg hosszú öglös csőrrel, nem? Lisa, hangtartó Szilvinek. Jaj, de kedves vagy. Három szótagú neve van, nem? Ilyen pam, 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 valaki. Van egy finom szendvics magának. Isten, ilyen néz ki. Mit tettél bele? Ez kérlek szépen, svédos kenyér, majonézes ráksalátával, egy csipetnyi kaporral és koktél paradicsommal. Ó, nem telt volna egy fáradtal. Fáradtság ugyan már, hiszen ismersz, én bármit megteszek szívesen a vendégekért. De légy szíves, a tányér fölött egy ilyen mertúcsot. Mit is hozzak neked? Sültökrött tejberise. Hát nem látod, hogy gondolkozol? Emlékszem már, Jane-tonit hozom. Hát ezt nem kikapcsolta le. Mi? A levegő tisztító berendezést. Lányok, ennek a masinának az a feladata, hogy megszűrje és pormentesítse a szoba levegőjét. Ja? És megkösse a rákeltő cigaretta füstöt. Te most ezt direkt csinálod? Most mondd meg, hogy direkt csinálod, csak azért bosszantasz, hogy a te csapatod győzzön. Igen már, hiszen azt sem tudom, hogy mi a kérdés. Ki volt az ezer arcú színésznő? Eleanor Parker. Hát persze! Parker, Parker golyostól. Ezt nem hiszem. Fél órája itt görcsölök, ez meg belibben a kis alátékjeje és begyűjtje. Eleanor Parker! Na, Miki, mennyit kapok, ha lelövöm? Ezt nem hiszem el. Egy órája játszunk, és a negyedik kérdésnél tartunk. Hát én nem bírok így koncentrálni. Minden pillanatban attól rettegek, hogy mikor osson a hátam mögé, hogy megböfisztesse. Én megfulladok. Ez a, az a pokolbéni masina kiszívja innen a levegőt. De ez a szendvics, isteni, szaktos, de mégsem ázott el. Tökéletes! Tudjátok, mit hallottam? Mi? Sidney teljesen szétesett. Mindenek a sarki kínai büfében tömi magát, mikor a férjem összefutott vele az utcán, szójaszószos volt a Pepi, nem már? Vajon honnan szerez Florence ilyenkor Frisztenger irányból? Fürdőkárban tenyésztél őket. Mondd csak, Vera,
Nyitva van még az a floridai hotel? Azt hiszem, oda vágyom. Higgyétek el, hogy egy ilyen halálosztó még ölni is tud. Regedet? Holtan fognak ránk találni földiglógó nyelvvel? És a fürdőszobátok? A körülközön mint a pihen? Ó, és az illatok? Florence maga most sőtje? Nem. Elküldi őket Mikronéziába, ahol faktővel és farmadvízzel mossák, és a pirkadati nap első sugarával szállítják. Amikor 100 éve kellett volna születni, akkor még értékelték az ilyesmi? Jó, ha szerzel nekem egy időgépet, akkor esetleg nem ölöm meg. Yes, kucsom! Ez a halálosztó még a függönyeiből is kiszippantotta a koszt! Most már biztos, hogy a tüdőket is szivornyázza. Na, nekem ebből elég volt, én hazamegyek. Vigyázz, jön, ülek! Te hogy jön? Hát előbb még kifényesíti a tojásokat a hűtőszekrényben. Szilvi, nem mehetsz még el, még nem fejeztük be. Nézd, én nem vagyok odáig ezért a játékért. Én a társaság kedvéért járok ide. Én tudjátok, minden érdekel. Minél kínosabb egy pletyka, még a politikát is elviselem. De nem vagyok hajlandó friss tengeri rákokról és habos törölközőkről csacsogni. Két embertípus nem tudok elviselni. Aki most válik, és aki most tette le a cigit. Türelem, rózsát terem. Ja, van egy harmadik is. Nem menj már. Te vagy az oka mindennek. Ha miért nem hagytad, hogy megölje magát? Esküszöm, igaza van. Nem értem most. Én mondtam valami? Komolyan remélem, nálam vannak az irataim, hogy reggel azonosítani tudják a holttestemet. Lorenz, gyere már! Hagyd a basúrolást! Mi ez? Mi az a csípős szag? Fertőtlenítő? Ez lemosta a kártyákat valami savval? Gin tonic? Na hallja, mi a kérdés? Melyik Herbert Ross film főszerepét játszotta Richard Dreyfuss? Hölgyem, Isten áldja, kegyelem is, jó éjszakát! Én mondtam valamit, miatta ment el? Nem. Dehogy nem. Na valahogy senki sincs formában. Én is korán kelek. Miki, mondd csak, a férjedet nem zavarja, hogy te rendőr vagy? Nem. Néha különösen is inspirálja. Inspirálja? Tudod, vannak is játékok. Júj, mikeket játszatok? Semmit, ti csináljátok jól, irigyellek benneteket. Aztán ugyan miért? Szabadok vagytok. Oda mentek, ha akartok, azt csináltok, amit akartok, minden vágyatok teljesül. Szerinted is, Vera? Az én vágyaim? Nálunk megmondja a Harry, hogy mi legyen, én meg egyetértek. Pedig most kellene független nőnek lenni New Yorkban. Tele van a város pacér férfiakkal. Ha annyi idős lennék, mint aminek látszom. Nopá! Szósz, irigyelnek minket. Hálás lennék, ha nem állnál egy kis umickolni. Jön már csak összeszedem a nagyját. Hagyj ott mindent az apajával együtt, még dolgozom a mai rendetlenségem. Ja, mert csak nem hagyom, hogy reggelig rászálljon. Én azt se bánom, ha vésővel kell mosogatod. Ne akar bennem bűntudatot kelteni. Mondtam én, hogy te mosogass. Éppen ez az, hogy nem mondtad. De hogy kijövök a fürdőszobából, te utána mosolsz és letörölgetsz minden viccetet. Ha nálunk valaki enni kezd, te ott teremsz egy kis tapáttal, meg kis söprűvel, sőt, még a kezeit is megtörlöd egy hidikendővel. És nehogy azt hitt, hogy nem hallottam, amikor tegnap este felmostad az erőteret, és nekiálltál nyörögni. Jaj, lábnyomok, sáros lábnyomok! Én nem mondtam, hogy a te lábnyomaik voltak. Pedig az enyémek voltak. Két lábam van, és mind a kettő nyomok van. Én is szerintem hol közlekedjen? A falon, a plafonon, vagy kézen állva? De hogy is járjál nyugodtan a padlón. Tényleg? Szabad? Na persze. Én csak azt szeretném,
hogy ez a lakás tiszta és rendes legyen. Én nem akarok téged bosszantani. Akkor ne törölgesd a telefont! Rajta vannak a kedvenc ujjanyomataid! Hát... kíváncsi voltam, hogy ez mikor jön el. Mi? Ez a pillanat, hogy az idegeidre megyek. Én nem mondtam, hogy az idegeimre mész. Azt mondtad, hogy bosszantalak, az ugyanaz. Azt te mondtad, hogy bosszantasz. Én nem mondtam. Hát akkor mit mondtál? Hát mit tudom én, nem mindegy. Hát de mindegy, én csak megismételtem azt, amit szerintem te mondtál. De csak ne ismételgesd azt, amit szerinted mondtam, maximum azt, amit tényleg mondtam. Jézusom, az idegeimre mész! Tessék. Apám, elnézésedet kérem, bocsánat. Nyilván az én hibám. De most te sértődjél meg! Ha veszekedni akarsz, akkor veszekedjél! A veszekedés az én asztalom, a megsértődés a tiéd! Igazad van. Mindenben igazad van. És ne kapitulálj azonnal! Nem mindig nekem van igazam. Csak általában. Ebben is igazad van. Én sajnos mindig úgy érzem, hogy nekem nincs igazam. De most tényleg nincs igazad? Ahogy gondolod. De és ne némuljál el! Az majdnem olyan, mintha megsértődnél. Tudom, tudom. Én borzalmas vagyok. Miért kell nekem mindent túl komplikálnom? Na most miért nem vágtad a falhoz? Majd nem oda vágtam. Én annyira dühös vagyok magamra. De hát akkor miért nem vágtad oda? Mert fegyelmezem magam. De minek? Azért, mert hogyha mire mennék vele, attól még ugyanolyan dühös lennék, közben meg eltöltem egy poharat. De honnan tudod? Lehet, hogy megkönnyebbülnél tőle. Gyerünk, vágd a falhoz! Dühöm ki magas! Gyerünk, fogd meg, vágd a falhoz, törd össze azt a poharat! Tudod, mi vagy te? Tudod? Neurotikus. Persze. De takarítani meg, bevásárolni meg, főzni, ezekre mind jó vagyok, igaz? Meg hogy leforogjak a költségeimből. Lekötelezel. Én tudom, hogy nem mindig nagyon egyszerű együtt élni velem, de azért szörnyeteg nem vagyok. Milyen jó kis estéket töltünk itt mi együtt. Jó kis? Én tudok annál jobbat is, mint ezerszer látod romantikus filmeket nézni a tévében. Most azokkal mi a baj? Tudod, elnézlek téged esténként, ubarka pakolással az arcodon, fölcsavart hajjal, meg olyan kis gézcsigókkal a lábujjaid között. De sosem jutott még eszedbe, hogy az estékkel mást is lehet kezdeni? Mi mást? Hát ugye, mondjuk elmenni vacsorázni. De tudod, az úgy van, hogy van egy másik nem is a világon. És úgy találták ki, hogy lehet velük kapcsolatot teremteni. Nyugi, utána néztem. De most a férfiakra célzol? Nem. Igen, ha már minden szó szerint akarsz, akkor igen, a férfiakra. Érdekes, nekem eszembe se jutnak. Nem érdekes, ez szánalmas. De azt hiszed, hogy én nem szeretem a férfiakat? Igenis, van közöttük olyan, aki tetszik. Tényleg? Na, egyet mondj. Például Cary Grant. Kerik, nem kérdezik, nekik is nagyon tetszett. Jellemző. Egy, halott. Kettő, meleg volt. Három, ha nem lenne halott és nem lett volna meleg, akkor sem elérhető. Könyörgöm, Florenci, én ezt már nem bírom tovább. Minden este itthon rohadunk. Ez még túl korai lenne, hiszen én csak néhány hete vagyok olyan színitől. Legyél egy kicsit türelemmel. Én nem kérek tőled más, csak menjünk el egy este vacsorázni két férfival. Hogy de kivel? Az egyetlen facér férfi, akit ismerek, az a fodrászom. De hát ő is úgy van a nőkkel, mint Cary Grant. Figyelj, a házban az a mexikói testvérpár. Múltkor nagyon jól elbeszélgettem velük. Élveznéd a társaságukat. Honnan tudod? Hát úgy héten beragadtam velük a liftbe. És milyenek?
helyesek, rendesek, normálisak, mindig öltönybe járnak. És jóképűek? Hogy meglátod. És hogyan fogunk a kettő közül választani? Te választasz először, vagy én választok, vagy, vagy először kipróbálok, nem próbálok, vagy együtt ketten egyszerre, vagy hogy jól. Nyugodj. Bármelyikkel jól jársz, jó? Igen. És csak meg kell valamit ígérni. És a beszélik a nyelvet? Hát mexikóiak, hát végül is beszélik, igen, a maguk módján. Jó. De most tényleg, most fognak. Egyet meg kell ígérnem. Micsodát? Hogy én nem szólítod egyiket sem Sydney-nek. Felejtsd el Sydney-t! Mi Sydney? Az egyiket úgy hívják, hogy Manolo, a másikat meg, hogy Jesus. Manolo és Jesus? Igen, hát vagy jét nem ejtik. Hol van a Manolóban és a Jesusban jé? Jaj, már megint nem a lényeget foglalkozol. Elvitesszük magunkat egy mexikói étterembe. Étterembe nem megyek, hogy bámuljanak. Jaj, hidd el nekem, hogy a Florence étkezik, bár réges-régen nem olyan vonzó látványosság, mint az előbb. Nem, hát a rokonaim, a barátaim. Mi van akkor, hogyha belép az anyósom, és azt látja, hogy én ott tekilázom Manolóban és Jesusszal? Anyósod Floridában lakik. De mi van akkor, hogy életében először följön ide New Yorkba? Jaj, de idegesíts már, könyörgöm. Nekem kell a férfi társaság, érted? Már idejét sem tudom, hogy mikor simogatott meg valaki utoljára. Nem ilyen kézre gondoltam simogatásra, erősebb kézre. Férfi kézre, könyörgöm. Na jó, jó van, hogyha ennyire fontos. Rendben van, de nyilvános helyre nem megyek. Esetleg itthon. Főzök valami fenomenálisat. Itthon? Florence, ez nem az elvált nők főzőbajnokságának külölti felületi döntője. Én másfajta csatákra várom. Egy kicsit küzdeni, de utána elveszítem annak rendje és módja szerint. Már pedig én küzdni fogok. Lássuk csak. Sült kappar lesz valenciai módon. Előtte egy kis paella. Grillezett padlizsán. Cukkini felfújt, tejszínes rakott krumpli és citromtorta. Te normális vagy? A székükből se fognak tudni majd felállni, nem hogy. Én azt akarom, hogy a vágy feszítse őket, te a gázok. A szerelmes kapatban sokkogjanak a fülelmel, nem beletődők ilyenek. A széküztöntől nem szokás bőtölni. Te most kit hívsz? A gyerekeket. Minden nap elmesélem nekik, hogy mit csináltam. Manolo és kicsoda? Jesus. Azt hogy írják? I-E-S-U-S. Jézus. Jézus. Ez nem az a Jézus. Azt nem mondtam, hogy Jézus. Hát akkor... Hát, hogy jobb lenne valami szerényebb vacsora. Komásztalan kenyér is. Ha? Oh!
fantasztikus filmben. Remélem, hogy a folytatás is majd ugyanilyen jó lesz. Reméljük. Jaj. Különösen huncut kiegészítő. Na most mi van? Mi a baj? Gyerünk ki vele, mert láttam, hogy valami bajod van. Szerinted hány óra? Nem tudom. 7:30. 8? 8:20. 8:20. És? Azt mondtad, hogy hétre itthon leszel. Azt mondtam volna? Azt, pontosan idézlek, hétre itthon leszek, ezekkel a szavakkal mondtam. Jó, hát azt mondtam, hogy hétre itthon leszek, és most 8:20. És akkor? Hogyha tudtad, hogy késsel, akkor miért nem telefonáltál? Dolgom volt. Hát annyi dolgod volt, hogy nem tudtad volna felemelni a telefont? Mégis mit csináltál? Fülbevaló után rohankáztam a Lexington Avenue-n. Ja, már hát rengeteg fülbevalóm van, szívesen kölcsön adtam volna bármelyiket. Jaj, tudod, hogy csak klipszet tudok fölvenni, meg belőtt a lyuk a fülemen. Majd én kiharaptam volna. Sydney mindig telefonált, amikor késett. Az Sydney. És különben is nem késtem el. Itt vannak a fiúk? Nincsenek. Én itt vagyok? Itt. Hát akkor. Azt mondtad, hogy a vendégeink 7:30 érkeznek. Te hétre itthon leszel, segítesz megcsinálni a koktélokat, aztán 7:30 egy koktél, és pontban 8:00 leülünk vacsorázni. Ehhez képest most 8:21 van, te most estél be az ajtón, a fiúk sehol, a kappanom pedig a sütőben aszalódik. Hogyha nem tálalom 5 percen belül, dobhatom ki az egészet a kukába. Édes Istenem, irgalmaz! Hát irgalmazzon is bizony, de ne neked, hanem a 6 kilós kappalomnak. 6 kilós? Te 6 kiló húst akarsz beléjük gyömöszölni? Te tényleg ki akarod csinálni őket, mielőtt bármi lehetne? Én, hogyha vendégeket hívok, kizárólag a legjobb falatokat teszem eléjük. Ezek, hogyha az életben egyszer ideérnek, életük legjobb aszalt kappanyát fogják kapni. Nem lehet valahogy megállítani az aszalt? De meg lehet, ha megesszük, mert egy kappannak hiába magyarázol a fülbevalóidról, az attól még tovább töpped. Jó, hát akkor vedd ki a sütőből, majd megesszük hidegen. Hidegen? Egy valenciai kappan? Hát mi vagyok itt? Barlanglakó? Jó, van, hát csak egy ötlet volt, itt húzott fel magad. Hát ne süssek mindjárt fagyasztott pizzát, vagy rántottát. Azt hiszed, hogy ezért dobotoltam egész nap a konyhában? Ezért párcolódtam a forró gőzben, hogy aztán kihűlt kappant lökjek a vendégeim elé? Hát ennyi erővel hozhattál volna egy zacskó ropit, aztán elrágcsálhattuk volna itt az négyesben egész este. Jó van, tőlem, most mit hiszel? Azt hiszed, hogy ez itt mind magától termet? Próbáld már meg egyszer utánam csinálni a takarítás, a bevásárlás, a dekorálás, a főzés. Te vágtál gajastésztából szombrérókat a pástéton tetejére? Dehogyis! Te mit csináltál egész nap? Csak a kényelmes kis irodában ücsörögsz, és a hülye kis híreidet gyűjtögeted. A kis híreimet? Én a leghíresebb kiradó vezetője, főszerkesztője vagyok. Ezek országos jelentőségű politikai hírek. Tudd
tudtad te például, hogy polgárháború tört ki Bagiban? Nem tudtam. Sőt, azt sem tudom, hogy mi az, hogy Bagi. Új köztársaság Afrikában. Igen, és mióta? Csütörtök óta. Csütörtök. Az én kapalom régebb óta készül erre a mai napra. Aztán most milyen vége? Ki kért meg rá, hogy főz? Most nyugodtan főhetnéd a Kaszami kászában, és összehetünk a napunk táncos a fenekét. Nem a te hondobondázó fakanaladat. Megérkeztek. Megyek és húzok egy láncfűrészt, hát azzal fel tudom hasogatni a kapva. Állj, nem is sehova! Akkor én nem vállalok felelősséget a vacsoráért. Kit érdekel a nyüves madarad? Te fogod neki kimagyarázni, hogy miért tehetetlen? Én csak vedd azt a ronda kötén, hagyd is a pajtót. Várjál, várjál, hozok és kiolvasztok valamit a mélyhűtőből. Maradsz, megértetted? Oh, hello, hello. Majd mondjam inkább, hogy este buenos tardes. Díaz, regia. Francisco. Nem. Comprendo. Francisco, hola. Comprendo, español. Richtig. Richtig, német. Hányan beszéli pancere? Entré, señores. Señores, az jó. Sí. Akkor most Jézus elmondja a kicsi beszédet, hogy a három napig mondja hiba nélkül. Kis virág. Kis csokolád. Szívunk fenekéből. Fenek. Csokolád. Tuszkolt csokolád. Fenek. Száj. Nem tuszkolt, de a tömött csokolád. Bombom! Szóval megbocsát, Jézus keverő szabadát kicsit össze-vissza. Úgy tűnik. Jó, nagyon szép irány, mindjárt vízbe teszem. Csokolád, ne nyúl vízbe! Ott csokolád nem nagyon vízbe. Ezt a virágot. Lassan úgy fog kinézni a lakásunk, mint egy budoár. Most ezt miért mondani? Nagyon szép lakás, nem úgy néz ki, mint bennékes hegység. Lát a tökben, Jézus, nem azt mondta Budi, azt mondta budoár. Tudod szép sok, ami van kontrolálom nektek? Te egyedül itt van? Nem, itt van valahol a barátnő. Hol vagy? Hol tűnkél? Fiúk, hadd mutassam be a barátnőmet és az est főszakácsát, Lorenz Unger. Mrs. Unger. Végtelenül ne vagyok műve. Manolo. Manolo Costas Vera. Örvendek. Ez itt nekem dicsérgyi. Jesus Costas Vera. Bonita, señor. Sorok belőlem kielégülés, hogy... Természetesen megcsonkolom önkezet. Még hogy csonkol, én teszek rá még egy lapát. Barátnője nagyon csinos, van neki férje valahova bedugva? Szerintem üljünk le! Mi van szerintem széken? Annyira nem. Hova rohanunk ajtóval? Lesz valami társaságjáték vacsorán? Valami társaságjáték vacsorán? Rohan. Talán oda? Szívesen állunk terhes. Nem nézem? Gyere Florence ide, Jézus mellé. Jó, hát akkor oda. Manoló, te nem ülsz le?
előtt hölgyekül, aztán térték. Valami baj van? Nem történt semmi baj, csak úgy élek belőle. Jó, hát ülj csak le nyugodtan. Nyugodt fog élet. Hálával szívem. Előbb Olivia, te csak aztán kérek testében ülsz le. Akkor én már ülök is. Gráciás, most már ülök, akkor én is le. De most már miért nem állunk le? Hozz az akarat tudjuk hinni. Jó lenne. Leül. Torezt. Ülj le! Ülj le! Leülj! Nálunk ez Mexikó nap, azt a tegést a keresztel országba így megy. Kell hozzá ebédkor, sziesta a gyembe pihenni tudja agyával. Olivia otthonkája nagyon lenyűgös. Hát nem jó. Otthona nagyon nyűgös. El vagyok bilincsezve a lakásodtól. Rendben. Imád. Gyönyörű, mint miket feste Frida Kahlo. Ki? Frida Kahlo, Piktor. Nem ismer? Miért? Ő azt mondta, hogy ismer engem? Olivia, te hazudozol nekem, már 2-3 hónapja mondott folyton, hogy nálad van itt rettenetes nagy istály a disznó, ahol nem lehet vendég. Disznó. Ó. Nem, hát disznó az nincs. Viszont van egy megszállott takarítónő. Nálunk az van, Jézus. Ő is megszállja serprű, párpics, lapát, porruha, minden. Szi, az van igaz. Én szeretem, a lakás fénylik, mint tökes alamon. Jézus, magam, teljesen ellentétben. Én vagyok rendes. A Manoló a rendeletlen. Rendtelen. Én vagyok idő? Manoló mindig elkéső. Nehéz nekem ezzel drehánság. Érted, igen? Hát hogy ne értenélek? Én is ismerek ilyen embereket. Te is ismersz ilyen embereket, Olív? Szóval Frida Kahlo, a festő. Tessék? Persze, természetesen ismerem. Ó, akarsz beszélgetni festészet? Nem. Na, szóval a napokban meséltem éppen Flónak, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Ó, az volt nagyon örömteli. Nem mincecs a lifter, állna. Mennyire? De miért is? Új ismerettség, hát beszéltünk róla. Beszéltek két kedves, hogy mi volt? De még mennyit? És kedveseket? Ati, azt tudnátok, hogy mi már gondolatban hol tartottunk. Elmesélitek Miért kirúlod, de hát ki volt az a tüzes? Latin, jut eszembe, Frida Kahlo kiállítás lesz a Metropolitanben. Én hallott. Tudjátok, hogy német származású, azért olyan furcsa neve. Lenni magyar? Magyar? Azt honnan veszed? Nálunk iskolatán anyag Frida Kahlo. Si. Ja, apa születe magyar, de német polgár. Igazi neve? Magdalena, Carmen, Frida Kahlo i Calderón. Micsoda ramagy idő van! Kivállalj, hogy átmelegít. Akarom mondani, hogy egy italt valaki. A bizony igen, a hideg. Amióta eszemet tudom, először kellett éjszaka a ruhát fölvenni alvásról. Jézus meg én mindig álszunk, anya szívbe csúta. Az nagyon férfias. Két öreg szomszéd meg is látott minket,
nyáron nyitva volt a ajtó ablak, hogy lelegő járjunk keresztben ágy melegtől. Ők meg kukucska be az ablak és láttak minket, biztosan gondolták, hogy mi vagyunk két nagyon forró. Forró? Mikor férfi, férfiba bele, szerelmesedve. Bele? Hogy van bele? Nem jól mondja. Amikor férfi, férfi. De, bele. Mint a meletek? Mint a meleg. Ők biztosan gondolták, mi vagyunk két nagyon meleg. Hogy a Florence, ti laktok együtt Olivval, akkor ti meleg? Hideg! Találós játékos vagy? Igen, nem, hideg, nagyon hideg. Akkor... Különben is a nőkre nem mondják azt, hogy meleg, hanem azt mondják, hogy leszbikus. Már mintha tényleg az, de... Ó, köszönöm, én tanulom a szóval ti leszbikus, Olivia? Hogy Jézus biztosan csak kérdezze, sok csinos fiatal hölgyek miatt ők járgálnak hozzátok minden pénteken ide. Hogy mi csak a barátaik csak kártyázni jönnek meg, meg társasjátékozni. Hát rossz az, aki rossz a gondol. De nem rossz az. Hát csak ha gondol, de hát Florence nem igaz. Szí. Attól, hogy valaki társaságot hív, attól már rögtön ráfogják, hogy orgiákat tart? Hát nem, dehogy nem fogják. Csak gondolják, de... Tenni, igaz? Nálunk, Mexikó, a férj és feleség lakik külön, nagyon lakó. Nagyon gyanak. Nagyon gyanak. Jézusnak lenni nagyon igaz. Ha mindenki lenni igaz, és senki sem meleg, meg leszbikus, akkor minden reményünk megvan egy kellemes estére, ugye? Szép. Neked mit hozhatok inni? Színesen bármit. Szuper, de mi? Ha van tekilás, le is nagyon szívesen. Valóban? Fogadtad? Nincs tekilás. Na tessék. Itt van nekem kicsi öcsi, de bánik vele, mint anya. De Jézusnak van igaz, nem bírom tekila. Ha iszom tekila, gyerek. Na, természetesen. Felejtem el tisztesség. Felejtem el jó modor. Akkor én már hozom is azt a tekilát. Jézusnak nagyon száraz martini. Jó, hát majd beteszem a kappamelyesügyet. Romanész, hogy itt hagysz engem? Hát én csak hozom az italokat, addig barátkozz a fiúkkal. Szóval, ti testvérek vagytok? Igen, egymással. Értem, ez érdekes, ez nagyon érdekes. És honnan is értetek? Hát, emelet, 14. Értem, hogy hova valósíjak vagytok? Tijuana. És mióta is vagytok itt New Yorkban? Három év. Három év, hát az igazán hosszú kiruccanás. Haza mikor mentek? Még megesztik vacsora. Mi már nem oda, nem megyünk haza. Nekünk már itt van a haza, igaz? Szí. És dolgoztok? Szí. Jönni nem élni segély. Ó, nem úgy gondoltam. Igazán nem úgy. Ó, nem probléma, nagyon sok gondolja, hogy bevándorló nem dolgoz, hanem csak gyűjti segélyt. Igazán nagyon nehéz lehet így nyelvtudás nélkül dolgozni. Szí, szerencsemi beszélnek. Hát ez nagy szerencs. Olive, ne menjek ki segíteni?
működik robban. Semmi, nyugodjatok meg. Fegyverszünet van. Fegyverszünet? Mondjad, Florence, te miért költözöl ide? Ja, hogy ide, ott, ahol igen, én éppen válok. Vársz? Mire vársz? Nem várok. Válok a férjemtől, elválok. Nem értem. Te dolgozol? Hát dolgoztam korábban még, de a gyerekek miatt már nem. Ó, te vagy vagyja? Hát igen, hogyha már gyerekeim vannak, akkor nyilván. Ó, és hány? Hány? Ja, ki? A lippen? Hány gyerekek? Ja, nem, nekem három. Ja, de hogy miket beszélve, kettő. De most már vissza fogok megint menni dolgozni. Nálunk Mexiko az egészen másképpen van, mint itt Amerika. Ott férfi tartják időstény. Kitartó? Talán eltartó. Sí, eltartó. De Jézus meg én mi vagyunk nagyon modern. Ja. Igaz, mi vagyunk nagyon modern. Nagyon haladó, nagyon szaladó. Hagytuk ott Mexikó, jöttünk ebbe a gyönyörű országba. Adios Mexikó! Adios Mexikó! Hát ez igazán nem szép dolog. És a gyerekek otthon maradtak? Sí. Nagyon sok gyerek. Millió gyerek. Mind saját. Mi nem vagyunk gonosz, nekünk nincs gyerek. Lett volna gyerek, maradtunk volna otthon, feleség mellett. Hát igen, nehéz dolog lehet elveszíteni a szoros családi köteléket. Nagyon nehéz. Köteleket? Nem köteleket, köteléket. Mint a férj meg feleség. Hitves. A maga felesége hitves. Hát én feleségem? Hát nem, én azt láttam volna, amikor elvettem. Kefjegyed volt hitves, mikor hozzámentél, és nem láttam? Nem érti, hogy magyarázzam. A férj meg feleség, ők mind hitves. Hitves. Hitves? Férj, marido. Sí. Sí, marido. Comprendo. Boldogságos szűzanyám. Látkozz, hogy nem kellettem? Dehogy is, hát 14 évig házasság után, hát én még mindig nem tudtam feldolgozni a szakítást. Téged férjed szétszakít? Nem szétszakít. Mi ketten egymástól. A problémák elszakítottak minket egymástól. Én már lehet, hogy sosem fogom túlélni ezt a borzalmat. Van egy fotóalbumom. Hát, nem szívszorító. Ó, ti már voltatok kicsi korotoktól kezdve egymásba szerelem? Ezek a gyerekeim. Precíziósos? Nagyon szépké gyerekek, nézd csak Jézus, hát precíziózos. Ó, muszi, muy precíziózos. Kis lány pont, mint te vagy. Az a fiam. Maradtak rájuknál? Nem, itt táborban vannak. Persze nem félnék rábízni őket néha. A férjem nagyon jó apa. Határozott és szigorú, de mindig igazságos. Csodálatos ember, minden áldott reggel, de minek mutatlak itt titeket? Ó, nem mutatta, egyáltalán nem mutatta. Mi nagyon szeretjük hallgatni, amit mesélsz. Mi is elmondtuk, miután elvált. Hát ti milyen kedvesek vagytok. Jaj, és ez itt az én Sydney-m. Micsoda szép férfi. Nagyon csinos úri férfi, igaz Jézus? Ja, nagyon elegáns. Férjed lenni ma a pásztorka volt? Dehogy is, csak szereti ezt a csizmát. És milyen sok rengeteg fekete hája van. Férjed lenni
is spanyol? Nem. De talán a haja az tényleg az. Hát nem csodálatos. Nincs olyan rendben. Ja, ez a nappalink. Gyönyörű otthonunk volt, nem igaz? De, az nagyon. Különösen butorúza. Egyenesen Angliában hozattam. Különleges, kézzel hímzett rózsaminta. Imádtam a lakásomat, legszívesebben kiseréptem volna otthonról. A béke szigete volt, tele vidámsággal, harmóniával. Azt hittem, hogy ez mindig így lesz. És most tessék, volt, nincs, se Sydney, se vidámság, se rózsaminta. Semmi bánatról. Itt Brooklynban van üzlet benne olcsó, ugyanaz a rózsaminta. Mi az ott rá fogja? Ne haragudjatok egy falatkát, hogyha... Sír, ez jó. Mossa ki belőle fájdalom. Ő csak tudja. A feleség elhagyta. 3 napig sír. Tényleg? Úgy szerette vagy. Férfi szív csak. Szeretni tudja! Minden éjszaka ő rá gondol! Én meg minden éjszaka csak hallgattam, hogy ő gondol! Ez ő még gyaroljon, csak bár! Az én koncsitám most megcsaló! Uram Isten! Nagyon érzékeny, kedves, ilyet csak Mexikóba találni, latin-amerikai nőket. Hát, ha meglátja a papanyát a sütőbe, akkor lehet, hogy elég rá Mexikóba. Elhangott. Ugyan már, egy kicsit odakapott. Ez a fekete tetem. Ilyen legutóbb a Metropolitan Múzeum egyiptomi gyűjteményében láttam. Szarkofágban! Megnézhetjük, mi is múmia? Kérlek szépen! Csinálunk másik étel, jöttök föl 10 perc. Várunk bennetek 14. emelet. Gyorsabban ott leszünk, mint a lift. Nem, Lili. Ába folyton belehánynak kutyát. Mi az? 10 perc? Borzasztó bűntudatom van, én lélekben még mindig nem szakadtam el Sydney-től. Attól, hogy megeszel egy case
visszadíjat, Krisztussal még nem fog agyon sújtani a mennyek haragja paráznoságért. De gyerünk, emel fel a csontos sekker és menjünk. De azt én előre megmondom, hogy bennem nem sok örömöd lesz. Én tiszta görcs az egész testem is, a ruhám is rám keményedett. Jaj, ne! Idegesítsél! Bele fogsz hányni még a lisztbe is. A derekam eltörött a derekam, és a nézem értem, hogy elfogtott a gerince. Nem hozz törött. Na, gyere, Lila. Jaj, én úgy hozzám belőttem, levén úrtam. Egye meg, hát komolyan elrontod az estéket. Itt hagyjalak itt. Igen, menjél csak nyugodtan, addig ez a görcs úgysem fog kiállni a hátamból, hogy te itt vagy. Menjél nyugodtan, te csak szórakozz, amíg én itt elpusztulok. Hozok neked egy aspirint. Jaj, édes Istenem, ne hagyd, hogy itt halljak meg. Ne hagyd, hogy összeessek itt, nekem még föl kell nevelnem két gyermeket. Jaj, édes Istenem, segíts rajtam! Könyörögve kérlek, kegyelme ez! Drága Istenem, fogd be a száját! Édes, drága jó Istenem, add, hogy Thank you.
Most ez meddig lesz így? Mi van, most már nem szólsz hozzám? Amíg élünk, nem beszélünk? Kértelek, hogy gyere fel a fiúkhoz. Nem. Romantikus este? Nem. Helyette egy derékba tört aszott baszújkaró. Egy hangonat sem akarom hallani. Si, comprendo. Gracias. És szíveskedjél a leghalkabban közlekedni a szobád és a bejárat között. Egyébként tudni sem akarok róla. Hát szeretnének emlékeztetni rá, hogy a lakbér felét én fizetem. Ergo, ott járok a lakásban, ahol nekem tetszik. Feltéve, hogy nem kerülsz a szemem elé. Sőt, amerre jársz, még a tükröket is takard le. Torkin vagyok a folyaszakkal. Meg a terített, meg a terítetlen zsírsavakról se akarok többet hallani. Úgyhogy tüntesd el azt az undorító fasírtot az asztalokról. Ez jellemző. Mi? Hogy ez neked fasírt? Ez, kérlek szépen, pácán pástétom, méghozzá pezsgős. Ó! Oh. Na, most már fasírt! Nem őrültél! Én ezt nem fogom föltakarítani! Ez a te mocskod, ez te nyalod föl! Jézusom, ez folyik le a falról! Szerintem szép! Komolyan ott akarod hagyni! Ja. Amíg rászárad a csempére, beeszi magát a kivártizit, megjelenik a baktériumok, angyák, kobara... Megyek és lesikálok! Ha kezeddel hozzáérsz, azt elköröl! Most mi a bajod? Mi a franc bajod van velem? Látod? Mondtam én, tudtam, hogy az idegeidre megyek. De mivel? Azzal, hogy főzök? Hogy takarítok? Hogy sokat sírok? Mondd meg, hogy mivel! Igen. Azzal, hogy főzöl, hogy takarítasz, hogy sokat sírsz, hogy mindenhol ott vagy, a bútorok alatt is ott vagy. Ha itthon vagy, idegesít. Ha nem vagy itthon, az idegesít, hogy mindjárt megjössz, és mit fogsz kitalálni. Meg azok az örökös szetnyei. Postára kell menni, fú! Ezt a tejet még meg kell inni, fú! Fűtés te hagy maximumon, fú! Villany lekapcsolni, fú! Tudod, meddig törtem a fejemet, hogy mit jelent az, hogy fú? Hát miért nem lehet kiírni, hogy Florence Unger? Meg egyáltalán, miért kell aláírni? Lakik más is rajtunk kívül ebben a lakásban? Mindegy, nem tehetsz róla. De ez így nem megy tovább. Hát, most már mindent értek. Nem értesz te semmit. Kis füzetet kezdtem el írni, amiben beleírtam, hogy mi az, ami az idegeimre megy benned. Most kezdtem a harmadik kötetet, és egy nap estét én bele se írtam. Hát, szóval innen fúj a szél, hogy tegnap este kivételesen nem sikerült a szexuális életed. Milyen szexuális életem? Ha álmomban megjelenik egy pasi, te rögtön ott elvesz és kihipózol. Kezdetektől fogva megmondtam neked, hogy én nem akarok tudni semmit, érted? Semmit! De ne adonázzuk az ujjára, de azért leharapolj! Hát végén, ne vigye el! Elegem van
gondolkodni, amikor százlábúnak nézted a műszempillámat a mosdó szélén, agyon ütötted egy újsággal. Hát ez nagyon jó. Kimondjam, amit most gondolok. Jaj, de nagyon félek. Jó van, én figyelmeztettelek. Szóval, nagyszerű ember vagy. Mindent megtettél értem, amit egy barát megtehet. Ezt sosem felejtem el neked. Nem is tudom, mi lett volna nélkülem, hogyha te nem vagy. Befogadtál az otthonodba, így. És elfoglaltságom is lett. Emberségből csillagos ötös. Na hát. Ha ez volt a beolvasás, akkor gyakorolj még egy kicsit. A beolvasás most következik. Na vaj. Szóval, felelőtlen vagy. Hát. Megbízhatatlan. Tényleg? Hálatlan, ingerült, trehány és lusta. Komoly? Tessék, befejeztem. Meg vagy elégedve? Kész? Kész. Befejezted? Be. Akkor most én jövök. 8 hónapig éltem itt egyedül. Bevallom. Egy kicsit magányosnak éreztem magam. Befogadtam. De nem telt vele 3 hét, és rángatózni kezdett a szemem sarkába. Kijött a pinkel sömöröm, és rohamosan öregedni kezdtem. Reggel, amikor benéztem a kicsőrbe, kiúrt a tabadba az elekanyagomat, és törzsbe volt feszülve az ujjaim. Ez most már nem megy tovább. Most bemegyek a szobámba, és lepihenek. Ó, az újságpapírok elé meg felcsiszolt a padlót. Az újságpapírok! Aj, hozzá megújjál egy ujjaselújjál, hozzá megújjál, mert beperelek! Akárhova rohansz, nem menekülhetsz előre, ismerek minden menekülés útvonalat! Azért te leszel a felelős. A te lelkeden fog száradni. Miről beszélsz? Mi az, hogy az életed?
akar bennem lelkiismeret fordulást kelteni, jó? Mindent elkészítettem a konyhában, kis ételadagokat tettem a hűtőszekrénybe. Hogyha fel szeretnéd melegíteni, akkor kérdezd meg valamelyik szomszédodat, hogy hogyan kell bekapcsolni a sütőt. Addig én nem elmenni sehová, amíg vissza nem vonal. Micsodát? Hogy az én lelkemen szárad. Mi vagy te, valami golyákos asszony, vagy mi? Elegem van ebből az egészből, el az utamból. Tessék, csöngedd meg, mert kidobd ki az ajtót. Most mit játszol itt a sietett anyakirálynőt? Várjunk el békességben! Inkább kidobdál az otthonomból! Az én otthonomból! Hello! Szia! Úristen, úgy nézel ki, mint egy hulla. Mi történt? Hát Olive, mindent elmagyaráz. Jó szórakozást a játékhoz. Ja, és utána éhesek vagytok, van pástétom a konyhában. Csak le kell nyalogatni a falról. Saját fejükbe kővel verik.
de előtte nem teszik őket nagyság is a rendben. De mégis hová menetel? Beengedem. Menjél már, nyisd ki az ajtót! Olive, nem Florence. Mr. Tardes. Lányok, hadd mutassam le a felső szomszédunkat. Manolo Venezuela. Manolo. Manolo Costazuela. Buenos tardes. Olivia, van neked egy perc velem beszél, por favor? Hogy ne? Gondolom, te már úgy is tud. Jöttem felkapaszkodni Florence összes ruhája. Felkapkod. Florence ruhája? Az én Florence-em ruhája? Sí, Florence Unger, az édes, gyötörte nő, aki most szívét öntözgeti ki nálam fel lakásomban. Olivia, te nagyon rossz feleségünk. Várjál sokkal fontosabb, mint Kappan. És most ő próbál ki felemel, próbálja Jézussal felállít. Majd lefordítom nektek, jó? Manolo! Florence, nem akar maradozni nálunk. Minden igaz maradozzon. Annyira nagyon kínos, fiú. De igazán én egy éjszakát nagyon szívesen eltöltök egy hotelban. Sziasztok, lányok! Hello! Ostobaságot beszélsz, Florence? Mondtam neked már sokszor, nálunk van lakásban üres szoba, amiben lakik a senki. Mi? Nem utasíthat, hogy vissza a meghívásukat. Hát nem lennék nagyon nagy probléma? Nem, inkább mi lennénk neked probléma? Jézus horkolódzik, mi? Én meg beszélgetem, mikor álmod. Jól fog menni majd hajnali 5-kor a szarvasbőgéshez. Olivia, én nem akarok veled gyűlölni, hanem ide nálunk Mexikó spanyolba azt mondják, mikor a barátodat kihajítod a lakásból, az olyan, mint amikor kiklát meglövet fel a pisztolyt. Legalább egy pár napra, por favor, légy szíves nekünk. Csak amíg rendben jön dolgait. Hát jó, rendben van, akkor pár napra talán. De megígérem, hogy holnap már is megyek és keresek magamnak valami munkát. Hát ez csodálatosan! Segíteni neked összeönteni ruha? Összeönteni ezt a ruhát? Si. Jó, összeszedni a ruhát? Si. Nem, köszönöm, azt én egyedül is meg tudom csinálni. Ó, hát akkor minden van a legnagyobb rendben. Akkor te összepakkolj, jössz fel hozzánk, várunk rá. Flossi. Ne sokat késni, mert 15 perc múlva... Te kia! És nem felejtél belenézni alaposan a spanyol nyelvkönyvet, adtam neked. Si? Már tanultam is valamit. Monto bastante bien. Bravo. Mi is szeretjük, amikor te vagy fölül. Si! Azt hiszem éppen itt volt az ideje, hogy a nők is egy kicsit fejlődjenek. Hát azt hiszem én rögtön megszülök. Ezzel a padból lehet is tisztább, mint a kórházi. Lenyűgöző. Miből lesz a cserebogár? Én soha nem láttam egy nőt ilyen rövid idő alatt megváltozni. Könnyednek érzem magam, mint hogy a felnőtön járnék. Pont olyan, mint amikor a legutóbb megittem azt a köhögés csillapítót. Neked pedig olyan, hadd köszönjem meg. Mi? Két jó dolgot tettél velem. Egy, hogy befogadtál. És kettő, hogy kirúgtál.
nagyon várnak. Hello? Egy pillanat. És csak, Olív, én ezt neked adom, ráadhagyom a szirénámat, és a paprika sémet, mert én azt hiszem, hogy mostantól fogva már egyedül is elbírok a férfiakkal. A férjed! Férjed, Miki, légy szíves, mondd meg neki, hogy most nem tudok vele beszélni. És légy szíves, azt is mondd meg neki, hogy majd jövő héten felhívom, mert rengeteg dolgot kell megbeszélnünk. És azt is mondd meg neki, hogy én, hogy már ne csodálkozzon, hogy én már egy teljesen más nő vagyok, mint aki 3 héttel ezelőtt elhagyta az otthonát. Ezt légy szíves, így mind mondd meg neki. Megmondom, ha találkozom vele. Oli, te férjél. Hát akkor én azt hiszem, hogy megyek is, majd leküldök nektek egy doboz csokit. Szia, fia, várj egy kicsit. Lorenz, marad még egy pillanatot. Figyelj, fiam, befejeztem a csekkek küldését. Egyszer is innen korra. Nincs több csekk, ne is kérje, elég volt. Mi? Olyan, hogy te küldtél nekem csekket. Hogy mindent visszafizettél. Hát soha nem gondoltam volna, hogy mindent vissza fog fizetni. Nagyon nyerő vagy, fiú. Hát, igen. És akkor ez most azt jelenti, hogy többet nem is fogsz hívni. De hát, én remélem, hogy, hogy még fogsz. Szeretném. Wow! Ha! Azt mondta, hogy nem fog többet hívni. Hű, de jó! Hogy nem kell meg, nem csinál többet szüksége. Hát, tudod, az az igazság, hogy jó, hogyha szeretnénk, hogyha csak szükséged van rá, nem? Szerintem, Florence, most menj el inkább, mert úgy beszélsz, hogy szerencsés. Rendben van. Lányok, ti játszotok? Igen. Játszasz? Hát igazán jó lenne, de a helyzet az, hogy nekem most nagyon sok dolgom van. Na, pá. Na, én Rönével, ti hármatok ellen. Röné, kezd. Jó lenne, ha nem dobálnátok el a cuccokat és szépen odarendeznétek. Az 1962-es Four Seasons legsikeresebb dalában ki nem sír? Ezt tudom! Big Girls! Thank you.
kezdtük el próbálni ezt a darabot nagy lelkesedéssel, abban bízva, hogy az első nagy lezárások után több nem következik. Sajnos a körülmények nem úgy alakultak, és az elkövetkező két évben nem kerülhetett színdarab a Magyar Házszínpadára. 2022 őszén végre újból elkezdhettük a munkát, és időt, energiát, pénzt nem sajnálva, heti két próbát besűrítve elérkeztünk ide. Mindannyian tudjuk, hogy az önkéntes munkának az a feltétele, hogy az ember a szabad idejét, energiáját feláldozza. Ez a kis csapat most duplán is ezt tette, és ezért nagyon hálásak vagyunk mindenkinek. Köszönettel tartozunk mindannyian a Magyar Ház 100%-os támogatásának, minden barátunknak, aki segített, hogy ez az alkalom végre elérkezhessen. Végtelenül hálásak vagyunk nektek, a közönségnek, hiszen nélkületek csak magunknak játszanánk. Reméljük, jó szórakoztatok, és megbocsátjátok nekünk, ha egy kis hiba becsúszott. És most hadd mutassa be a darab szereplőit és segítőjét. Jézus Kosta Zuala, Molnár László. Manolo Kosta Zuala, Párdányi Miklós. A barátnői, Miki, Takács Box, Anikó. Hildi, Pasek Gabriella. Vera, Horváth Alíz. Rövői, Horváth Anna. És maga a furcsa pár, Olíz, Horváth Brigitta. És Kielenskor Gabriella. Segítőink Sugó Dobosné Jávor Andrea. Nem tudok hölgyen. Ott van lent, igen. A hangosítás, fény és technika Herceg Mihály és Barna Laura fent a kérdésában. Díszlet, kellékek, Hirs Ilona. Molnár László. A csapat összes tagja, aki mindent hozott, amit tudott. Rendeztem, jó magam, Molnár Csilla. A jövő ebédért köszönet Bogdán Józsefnek és segítőinek. És még egyszer nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és ezzel támogattátok a Vancouveri Magyar Színház, Vanma Színház munkáját. Ja, és vigyázzatok a liftben! Sizin için.
Köszönöm, hogy hallgatom, és